Mondják el mindenkinek, hogy aki a bátoratlanságot szeretné, aki azt gondolja, hogy minden szép és jó úgy, ahogy van, aki azt gondolja, hogy nagyon jó dolog az, hogy stadionokra költünk kórházak helyett, akik azt gondolják, hogy nagyon jó, hogy az EU-s pénzeket nem arra használjuk, hogy Békés megyében legyenek rendes utak, hanem arra használjuk, hogy a miniszterelnök falujába vezessen egy kisvasút, ami napokig egyetlen egy ember sem utazik. Aki azt gondolja, hogy az EU-s pénzeket nem az egészségügyre kell fordítani, hanem a kisvárdai fejlesztési miniszter választókerületében a reumás lovakat kell ebből meggyógyítani. Aki azt gondolja, hogy minden szuper, úgy, ahogy van, az három dolgot is tehet. Szavazzatok a Fideszre. Megteheti azt, hogy nem megy el. Azok, akik nem szavaznak, mivel pontosan tudjuk, hogy a bátoratlanság hívei azok sokkal nagyobb arányban szavaznak, mint azok, akik bátorlást akarnak, aki nem megy el szavazni, az hiába ül a tévéképernyő előtt, és hiába magas a vérnyomása, amikor egy újabb híret hall, mondjuk Kósa Lajosról, abból nem lesz változás. Aki nem megy el szavazni, az is a Fidesz támogatja. De a Fideszre szavaz az is, aki olyan pártra szavaz, vagy olyan jelöltre, aki nem a változást képviseli. Itt is ebben a választókerületben is, Orosházán, máshol is nagyon sok jelölt indul. Egy részük csak a pénzre megy. Egy kisebb részük talán rendes ember, aki adott esetben, ha nem olyan lenne a választási rendszerű, mint amilyen, hogyha nem kiütéssel kéne győzni, hanem pontozással, akkor megérne néhány pontot. De az a helyzet, hogy Simon Kár valakinek ki kell ütni. És ehhez bizony